az osztályteremben ismét egyet ütött az óra, s a fiúk a könyveikhez kaptak. Rácz tanár úr becsapta a könyvét és felállott a katedrán. A szolgálatkész kis csengei, az első pad első, odaugrott hozzá, és fölsegítette rá a felöltőt. A pálutcaiak a különböző padokból összenéztek, várva Boka intézkedését, Tudták, hogy ma délután már kettőkor lesz a gyülekezés a grundon, mert a három tagból álló előőrs csapat be fog számolni füvészkerti élményeiről. Azt mindenki tudta, hogy a kirándulás sikerült, s hogy a pálutcaiak elnöke bátran adta vissza a látogatást a vörösingeseknek. De a dolog részleteire voltak kíváncsiak az egyes kalandokra, a veszedelmekre, melyekben a fiúk forogtak. Bokából harapófogóval sem lehetett volna egy szót sem kivenni. Csónakos mindenfélét beszélt össze-vissza, s Isten bocsássa meg neki, de nagyokat füllentett. Még vadállatokról is beszélt, amelyekkel a füvészkerti romok közt találkoztak. Hogy nemecsek majd belefulladt a tóba, hogy a vörösingesek egy -e rettenetes mágia körül ültek. De össze-vissza beszélt, és éppen a fontos dolgokat felejtette ki mindig és nem lehetett a beszédjét végighallgatni, mert majd megsüketítette a hallgatóit a folytonos füttyökkel, melyeket pontok helyett rakott a mondatok végére. Nemecsek meg olyan fontosnak érezte a szerepét, hogy nagyon komolyan titkolózott. Ha kérdezték, így felelt. Nem mondhatok semmit. Vagy azt mondta, kérdezzétek meg az elnök úrtól. A többiek rettenetesen irigyelték nemecseket, aki közlegény létére ilyen gyönyörű kalandban vehetett részt. A hadnagyok és főhadnagyok érezték, hogy ezek után ők eltörpülnek a közlegény mellett, sőt, némelyek már azt is hangoztatták, hogy a kis szőkét ezek után okvetlenül tiszté fogják előléptetni, és akkor nem marad más közlegény a grundon, mint Hector, a tót fekete kutyája. Még mielőtt Rácz tanár úr kiment volna az osztályból, Boka felemelte két ujját a pálutcaiak felé annak jeléül, hogy két órakor lesz a találkozó. A többi fiúk, akik nem tartoztak a pál utcaiak közé, rettenetesen irigyelték őket, mikor Boka intésére valamennyien szalutáltak, ezzel mutatva, hogy tudomásul vették az elnök jelét. És már mind indulni akartak, mikor történt valami. Rácz tanár úr megállott a katedra lépcsőjén. – Várjatok! – mondta. Nagy csönd lett erre. A tanár úr kis cédulát húzott elő a felöltője zsebéből. Föltette a szemüvegét, és a céduláról olvasni kezdte a következő neveket. – Weiss! – Jelen! – mondta ilyetten Weiss. A tanár úr folytatta. – Richter, Csele, Kolnai, Barabás, Leszik, Nemecsek! Valamennyi rendre felelt. Jelen! Rácz tanár úr zsebre tette a cédulát, és így szólt. Ti most nem mentek haza, hanem bejöttök velem a tanári szobába. Egy kis dolgom van veletek. Azzal elindult, s anélkül, hogy ennek a furcsa meghívásnak okát adta volna, kisietett a teremből. Nagy zúgás, zsongás támadt erre. Miért hív? Miért maradunk itt? Mit akarnak velünk? Ezt kérdezgették egymástól a meghívottak, és miután valamennyien pálutcaiak voltak, boka köré Én nem tudom, mi lehet, mondta az elnök. Csak menjetek be, és én majd megvárlak a folyosón benneteket. Azzal a többiekhez fordult. Hát nem kettőkor találkozunk, hanem háromkor. Akadály jött közbe. Az iskola nagy folyosója megnépesült. A többi osztályok is ontották magukból a fiúkat, nagy kavarodás, sietés, csószogás lett úrrá a máskor csöndes, nagyablakos folyosón. Mindenki sietett. – Be vagytok zárva? – kérdezte egy fiú a szomorú csoporttól, mely a tanári szoba előtt feketén lett. – Nem – mondta büszkén Weiss. A fiú azzal elszaladt. Irigyen néztek utána, ő már hazamehet. Néhány percnyi várakozás után kinyílott a tanári szoba ajtaja, s a tejüveges ajtó mögött megjelent Rácz tanár úr magas, sovány alakja. – Gyertek be! – szólt és előre ment. A tanári szoba üres volt. A hosszú, zöld asztal körül állottak a fiúk, halálos csöndben. Az utolsó tiszteletteljesen csukta be az ajtót. Rácz tanár úr leült az asztal főre, és körülnézett. Mind itt vagytok? Igen. Alulról, az udvarról a hazasiető fiúk boldog lármája hallatszott fel. A tanár úr becsukatta az ablakot, s most ijesztő lett a csönd a nagy könyvtáras szobában. Síri csöndben szólalt meg rács tanár úr. Itt arról van szó, hogy ti valami egyeletet alakítottatok. Ezt megtudtam. Valami úgynevezett gittegyletről hallottam. Akitől ezt tudom, az átadta nekem az egylet tagjainak névsorát is. Az egylet tagjai ti vagytok. Igaz-e? Senki se felelt. Mind lehorgasztott fővel némán állottak egymás mellett annak jeléül, hogy a vád igaz volt. A tanár úr folytatta. Menjünk szépen sorjában. Mindenekelőtt azt akarom tudni, hogy ki alapította az egyletet, mikor világosan megmondtam, hogy semmiféle egyelet alapítását nem tűröm meg. Ki alapította? Nagy csönd. Egy féling hang meg. A Weiss. Rácz tanár úr szigorúan nézett Weissre. Vejsz, weiss, nem tudsz magadtól jelentkezni? Szerényen hangzott a felelet. De igen, tudok. Hát miért nem jelentkeztél? Erre megint nem felelt szegény Vejsz. Rácz tanár úr rágyújtott egy szivarra, és a füstöt a levegőbe fújta. Hát menjünk szépen sorjában, mondta. Először is mondd meg nekem, mi az a git? Felelet helyett Weiss kivett a zsebéből egy hatalmas gittet, és letette az asztalra. Egy ideig nézte, aztán olyan halkan, hogy alig lehetett hallani, kijelentette. Ez a gitt. És mi ez? kérdezte a tanár. Ez egy olyan pép, amivel az üvegesek az ablakot beragasztják a fába. Az üveges bekeni oda, és az ember a körmével kikaparja az ablakból. És ezt te kapartad ki? Nem kérem, ez az egyeleti itt. A tanár úr tágra a szemét. Mi az? kérdezte. Weiss most már neki bátorodott egy kicsit. Ezt a tagok gyűjtötték, mondta, és a választmány rám bízta, hogy én őrizzem meg, mert azelőtt Kolnai őrizte, mert ő volt a pénztárnok, de nála elszáradt, mert ő sohasem rágta. Hát ezt rágni kell. Igen, mert különben megkeményedik, és nem lehet nyomkodni. Én minden nap megrágtam. Miért éppen te? Mert benne van az alapszabályokban, hogy az elnök köteles minden nap legalább egyszer megrágni az egyleti gittet, mert különben megkeményedik. És itt sírva fakadt Weiss. Pityeregve hozzá. És most én vagyok az elnök. Komoly volt a hangulat. A tanár szigorúan kiáltott. Hol szedtétek össze ezt a nagy darabot? Csönd lett. A tanár kolnaira nézett. Kolnai, hol szedtétek ezt össze? Kolnai hadarva felelt, mint aki őszinte vallomással akar segíteni a helyzetén. Ez van, kérem, tanár úr, már egy hónapja. Én egy hétig rágtam, de akkor kisebb volt. Az első darabot a Weiss hozta, és azért alapítottuk az egyletet. Őtet az apja elvitte kocsin, és ő a kocsi ablakból kaparta ki. Egészen véres lett a körme. Aztán akkor betört az énekteremben az ablak, és én eljöttem délután, és egész délután vártam, amíg az üveges jött. És öt órakor jött az üveges, és én megszólítottam, hogy adjon nekem egy kis gittet, de ő nem felelt, mert ő nem tudott felelni, mert neki tele volt a pofája gittel. A tanár úr szigorúan ráncolta össze a homlokát. – Micsoda szavak ezek! Pofája a lónak van! De hát a szája volt tele, ő is rágta. Aztán oda mentem és kértem, hogy hagyjon nézni, amíg ő az ablakot csinálja. És én tett, hogy hagy. És én néztem, és ő bevágta az ablakot, és elment. És mikor ő elment, akkor én odamentem mentem és kikapartam a gittet az ablakból, és elvittem. De nem magamnak loptam, hanem az egyletnek. Az egy lehet... <laughs> ő is sírt. Ne sírj, mondta rác tanár úr. Weiss a kabátja szélét tépdeste, és zavarában szükségesnek találta megjegyezni. Mindjárt bőg. De Kolnai csak zokogott, szívettépően zokogott. Weiss súva szólt rá. Ne bőgj! és azzal ő is bőgni kezdett. A nagy sírás meghatott a rác tanár urat. Nagyokat szippantott a szivarjából, és ekkor előlépett a sorból csele. Az elegáns csele büszkén kiállott a tanár elé, és elhatározta, hogy most ő is a római jellem lesz, mint a minap a Grundon boka. Határozott hangon mondta: Kérem, tanár úr, én is hoztam az egyletnek gittet. Büszkén nézett a tanár szemébe. Rácz tanár úr megkérdezte: Honnan? Oda-haza, szólt Csele. Összetörtem a madárfürdőkádat, és a mamám becsináltatta, és én rögtön kiszedtem a gittet. A víz mind kifolyt a szőnyegre, mikor a mandi fürdött. Minek is kell fürödni egy ilyen madárnak? A verebek nem fürödnek soha, mégse piszkosak. Rácz tanár úr hajolt a széken, fenyegetőleg mondá. Jó kedved van, Csele. Majd segítek én mindjárt a bajodon. Folytasd, Kolnai! Kolnai szipogott és szepegett, az orrát törülte. Mit folytassak? Honnan szedtétek a többit? Hát most mondta a csele, és az egylet nekem adott egyszer hatvan krajcárt, hogy én is szerezzek. Ez már nem tetszett rác tanár úrnak. – Hát pénzért is vettetek? – Nem – mondta Kolnai –, hanem az én papám orvos, és délelőtt jár a betegekhez, és egyszer elvitt, és a kocsi ablakból kiszedtem a gittet, és az nagyon jó, puha git volt, és akkor az egy lett adott hat-hatost, hogy magam üljek be abba a kocsiba, és én délután beleültem, és kimentem vele a tisztviselőtelepig és kiszedtem belőle a gittet mind a négy ablakból, és akkor gyalog jöttem hazatelepről. A, a tanár emlékezett rá. Ez akkor volt, amikor találkoztam veled a Ludovikánál? Igen, és megszólítottalak. Te meg nem feleltél. Kolnai lehajtotta a fejét, és szomorúan szólt. Mert tele volt a pofám gittel. És újra eltörött a mécses. Kolnai újra sírni kezdett. Weiss megint izgatott lett, megint tébdesni kezdte a kabátja szélét, megint azt mondta zavarában, hogy mindjárt bőg és ő maga is megint rákeszte. A tanár úr felállott, s föl alá kezdett sétálni a szobában. A fejét csóválta. Szép kis egylet! És ki volt az elnök? Erre a kérdésre Vejsz hirtelen elfelejtette a bánatát. Abba hagyta a sírást, és büszkén szólt. Én! És ki volt a pénztárnok? A kolnai! Add elő, ami pénz maradt! Tessék! azzal a zsebébe nyúlt kolnai. Neki se volt kisebb zsebe, mint csónakosnak. Kotorászni kezdett benne, és sorra kirakott az asztalra belőle mindent. Mindenek előtt egy forint 43 krajcár került elő, aztán két darab öt krajcáros bélyeg, egy zárt levelezőlap, két darab egy koronás okmánybélyeg, nyolc új toll és egy színes üveggolyó. A tanár úr megolvasta a pénzt, s ennek láttára elkomorodott. – A pénzt hol vettétek? – Tagdíjakból. Mindenki minden héten adott egy hatost. – És mire kellett a pénz? – Hát csak, hogy belegyen fizetve a tagdíj. A Weiss lemondott az elnöki fizetéséről. – Mennyi volt az? – Öt krajcár egy hétre. A bélyegeket én hoztam, a levelezőlapot a Barabás, és az okmánybélyegeket a Richter. Neki az apja… ő, ő az apjától a tanár közbevágott. – Lopta! Mi Richter? – Richter előállt és lesütötte a szemét. – Loptad? – Némán intett, hogy igen. A tanár úr a fejét csóválta. – Micsoda romlottság! Mi az apád? – Dr. Richter Ernő köz- és váltó ügyvéd. – De az egylet visszalopta a bélyeget. Hogy – Hogyhogy? – Hát mert én elloptam a papától a bélyeget, és aztán féltem. – és az egylet adott nekem egy koronát. És én vettem rajta másik bélyeget, és visszaloptam az íróasztalra. És a papa rajta kapott, nem amikor loptam, hanem amikor visszatettem, és a nyakam közé sózott érte. A tanár egy szigorú pillantására kiavította. Megvert érte. És külön még megpofozott, mert visszatettem, és kérdezte, hogy hol loptam. És én nem akartam megmondani, mert akkor még megint külön megpofozott volna. Hát azt mondtam, hogy a kolnaitól kaptam, és akkor ő azt mondta, hogy tüstént vidd vissza a kolnainak, mert ez bizonyára valahol lopta. És én visszavittem a kolnainak, és ezért van most az egyletnek két bélyege. Gondolkodóba esett ezen rác tanár úr. Hát minek vettetek új bélyeget, hiszen a régit is visszatehetted volna? Azt nem lehetett. Felelte helyette kolnai, mert már a hátán volt az egylet pecsétje. Pecsét is van! Hol a pecsét? A barabás a pecsétőr! Most barabáson volt a sor, most ő lépett elő. Gyilkos pillantás vetett kolnaira, akivel mindig baja volt. Még emlékezetében volt a kalapügy a grundon, de nem tehetett semmi egyebet. Szépen letette a gumiból készült bélyegzőt a zöld tanári asztalra, a hozzávaló tintapárnás bádokskatujával együtt. A tanár megnézte a pecsétnyomót. Ez volt ráírva. Gitt Gyűjtő Egyesület, Budapest, 1889. Rácz tanár úr elfolytotta a mosolygását és megint megcsóválta a fejét. Ezen felbátorodott Barabás. Az asztal felé nyúlt és vissza akarta venni a pecsétnyomót, de a tanár úr rátette a kezét. Mit akarsz? Kérem, vágta ki barabás. Én esküdtettem, hogy inkább az életemmel is megvédelmezem a pecsétet, de a kezemből ki nem adom. A tanár úr zsebre a pecsétet. Csönd, mondta. De barabás most már nem maradt nyugton. Akkor, szólt, tessék a cselétől is a zászlót elvenni. Hát zászló is van, add ide, mondta a tanár cselefelé fordulva. Cselekbe nyúlt a zsebébe, és egy picike kis drótnyelű zászlót húzott onnan elő. Ezt is a nővére csinálta, mint a grunt zászlaját. Általában az ilyen varnivaló dolgokat mind a cselenővére csinálta. De ez a zászló piros-fehér-zöld volt, és ez volt ráírva. Git gyűjtő Egyesület Budapest 1889. Esküszünk, hogy rabok tovább nem leszünk. Hm. Szólt a tanár úr. Ki az a finom madár, aki a továbbbot egybével írja? Ki írta ezt? Senki nem felelt. A tanár úr dörgő hangon ismételte a kérdést. Ki írta ezt? Ekkor csele gondolt egyet. Azt gondolta, hogy miért mártsa ő be a bajba a fiúkat. A továbbbot ugyan barabás írta egybével, de miért szenvedjen barabás? Tehát szerényen ezt mondta. A nővérem írta, kérem és nyelt egyet utána. Nem volt szép tőle, de megmentette ezzel a pajtását. A tanár nem felelt semmit, és a fiúk most össze-vissza kezdtek beszélni. – Kérem, a barabástól nem szép, hogy elárulta az ászlót! – jegyezte meg dühösen Kolnai. Barabás mentegetőzött. – Mindig velem van baja. Ha tőlem elvették a pecsétet, akkor már úgyis vége van az egyletnek. – Csönd! Vágta el a vitát, ráctanár úr. Majd segítek én a bajotokon. Ezennel fel van oszlatva az egylet, és meg ne halljam többé, hogy ilyesmi bekeveredtek. Maga viseletből valamennyien szabályszerűt fogtok kapni, és Weiss pedig kevésbé szabályszerűt, mert ő volt az elnök. Pardon, jegyezte meg szerényen Weiss. Éppen ma voltam utoljára az elnök, mert ma kellett volna a közgyűlésnek lenni, és már más jelöltünk erre a hónapra. A kornait jelöltük, mondta vigyorogva barabás. Az nekem mindegy, szólt a tanár. Holnap valamennyien itt maradtok kettőig, majd segítek én a bajotokon. Most pedig mehettek. Alászolgálja, hangzott kórusban, és mind megmozdultak. Ezt a zavaros pillanatot Weiss arra használta fel, hogy a gitt után nyúlt. A tanár meglátta. Nem hagyott békében. Weiss alázatos pofát vágott. Hát a gittet nem kapjuk vissza. Nem, Sőt, akinél még van, az adja rögtön vissza, mert ha megtudom, hogy valamelyiknél maradt, azzal szemben a legszigorúbban fogok eljárni. Erre előlépett a leszik, aki eddig hallgatott, mint a potyka. Kivett a szájából egy darab gittet, és odaragasztotta az egyleti csomóhoz, fájó szívvel és maszatos kézzel. Több nincs. Felelet helyett a leszik kitátotta a száját. Mutatta, hogy nincs több. A tanár úr a kalapját vette. És csak még egyszer halljam, hogy egyletet alapítottatok. Na takarodjatok haza! A fiúk némán sompolyogtak ki, csak egyikük szólált meg csöndesen. Alászolgálja, mondta külön leszik, mert az előbb, mikor a többiek köszöntek, neki tele volt a szája. A tanár úr elment, s a föloszlatott git lett egyedül maradt. Szomorúan néztek egymásra a fiúk. Kolnai a várakozó bokának mesélte el a kihallgatás történetét. Boka föllélegzett. Nagyon megijedtem mondta, mert már azt hittem, hogy a grundot árulta el valaki. Ez alatt nem odament a csoporthoz és suttogva szólt Nézzétek! Mi alatt kihallgatott benneteket? én az ablaknál álltam. Egy új ablak volt, és megmutatta a darab friss gittet, amit az ablakból kapart ki. A többiek áhítattal nézték. Vejsznek fölragyogott a szeme. Hát, ha itt van, akkor megint egylet is van. A grundon megtartjuk a közgyűlést. A grundon, a grundon! Kiáltotta a többi is, és valamennyien szaladni kezdtek hazafelé. A lépcső visszhangzott a kiáltásaiktól, amint a pál utcaiak jelszavát harsogták. Ha-ho-ho! Ha-ho-ho! És valamennyien kivágtattak a kapun. Boka egyedül ment, lassan. Neki nem volt jó kedve. Neki geréb járt az eszében, az áruló geréb, aki a lámpát cipelte a füvészkerti szigeten. Gondolatokba mélyedve ment haza, megebédelt, s neki a másnapi latin Isten tudja, hogy csinálták ilyen gyorsan, de a Gitt lett tagjai már fél háromkor megjelentek a grundon. Barabás egyenesen ebédről jött, mert még mai szólt egy nagy darab kenyérhéjat. Az ajtóban várt a kolnait, hogy barackot nyomjon a fejére. Sok volt már a kolnai rovásán. Mikor teljes számban voltak, Weiss a farakások közé hívta őket. Megnyitom a közgyűlést, mondta rettentő komolyan. Kolnai, aki már megkapta, sőt, barabásnak vissza is adta a barackot, azon a nézetem volt, hogy a tanári tiltás ellenére fönn kell tartani az egyletet. Barabás azonban meggyanúsította. Azért mondja, mert most rajta a sor elnöknek lenni. Én azt mondom, hogy elég volt a gitt egyletből. Ti itt mind sorra elnökök vagytok, mi meg hiába rágjuk a gittet. Én már utálom. Hát már egyéb se legyen a szájamba, csak folyton ez a ragacs. Most nem csak akart felszólalni. Szót kérek, mondta az elnöknek. A titkár úr szót kér mondta komolyan Weiss, és csöngetett egy kis két krajcáros csöngettyűvel. Nemecsekbe azonban, aki a gittegyletben titkári tisztet viselt, belefagyott a szó. Meglátta az egyik farakás mellett gerébet. Senki más nem tudta gerébről azt, amit ő tudott, amit azon az emlékezetes estén bokával együtt ő is látott. Gerép egyedül sompolygott a farakások között, és egyenesen afelé a kiskunyhó felé futott, amelyben a tót lakott a kutyájával. Nemecsek érezte, hogy neki kötelessége szemmel tartani az árulót, vigyázni minden lépésére. Boka azt mondta, hogy addig, amíg ő nem jön, Gerébnek nem szabad megtudnia, hogy látták a vörösingesekkel ülni a lámpa körül a szigeten. Hadd higgye, hogy senki nem tud a dolog felől. De most itt volt. Itt sompolygott. Nemecsek mindenáron tudni akarta, hogy miért megy a tóthoz. Tehát így szólt. Köszönöm, elnök úr, de a beszédemet majd máskor mondom el. Eszembe jutott, hogy valami dolgom van. Weiss megint megrázta a kis csengőt. A titkár úr elhalasztja a beszédét. De a titkár úr akkor már szaladt. Szaladt, de nem geréb után, hanem elébe. Keresztül vágott az üres telken, és kiment a pál utcára. Innen a Mária utcába kanyarodott, és a lóhalálában száguldott a gőzfűrész kapuja felé. Majd, hogy el nem gázolta egy hatalmas aprófás szekér, amely épp akkor döcögött ki a kapun. A kis vaskémény pöfögött, köpkötte a fehér gőzt. A gőzfűrész fájdalmasan visított benne a házban, mintha azt mondta volna, Vigyáz! Vigyáz! Bizony, vigyázok is, felelt neki futtában nemecek, és a kis ház mellett elhaladva lekerült a farakások közé, és egyenesen a tót kunyhója mögé ment. A tót kunyhójának menedékes volt a fedele, és majdnem összeért ennek a tetőnek a széle azzal a farakással, amely a kunyhó mögött volt. Nemecsek fölkapaszkodott a farakásra, s hasra feküdt rajta. Oldalt pislogott ki, és várta, hogy most mi lesz. Mit akarhat a tóttól? Talán a vörösingeseknek valamely hadicsele volt ez. Elhatározta, hogy kihallgatja a beszélgetést, bármi történjék is vele. Ó, mi dicsőséget fog ez neki hozni, mi büszke lesz, amiért ő fedezte fel ezt az újabb árulást. Amint várt, nézegetett, egyszerre meglátta Gerébet. Geréb lassan, óvatosan közeledett a kunyhó felé, s folyton hátra tekingetett attól való félelmében, hogy követi valaki s csak miután meggyőződött arról, hogy senki se jön utána, vágott neki bátran az útnak. A tót nyugodtan üldögélt a kunyhú előtt a padon, s szívta a pipájából azokat a szivarvégeket, amiket a fiúk szoktak volt neki hozni. Mert mindenki gyűjtötte a szivarvégeket Janónak. Felugrott mellőle a kutya. Egyet-kettőt vakkantott gerép felé, de amikor megérezte, hogy ide való ember, visszafeküdt a helyére. Geréb egészen közel ment Janóhoz, úgy, hogy a háztető elrejtette őket nemecsek szeme elől. De most már merész lett a kis szőke. Halkan, olyan halkan, ahogy csak tudott, átmászott a farakásról a kunyhó tetejére. Hasra feküdt a tetőn is, és úgy csúszott előre, fölfelé, hogy majd elől az ajtó fölött kidugja a fejét, és lenézzen rájuk. Egyet-kettőt recsentek is a deszkák alatta, és ilyenkor Nemecsek úgy érezte, hogy az ereiben megáll a vér. De tovább mászott. Óvatosan előre dugta a fejét, és ha e pillanatban a tótnak vagy Gerébnek eszébe jutott volna, hogy fölnézzen, ugyancsak megijedt volna, ha ott látja a deszkák peremén a nemecsek okos kis szőke fejét, amint tágra nyílt szemmel figyel le azokra a dolgokra, amik a kunyhó előtt történnek. Geréb odalépett a tóthoz, és barátságosan mondta neki. – jó napot, Janó! Jó napot! Felelt a tót, és kisevette a pipát a szájából. Gerép közel hajolt hozzá. Szivart hoztam, Janó! Erre már kivette a szájából a pipát a tót. Felragyogott a szeme. Szegény Janónak életében nem sokszor jutott osztály részül az a szerencse, hogy egészben lássa a szivart. Ő csak olyankor jutott hozzá, mikor már valaki elszívta a javát. Geréb három szivart vett elő a zsebéből, és Janó markába nyomta. – Ennyi, gondolta magában Nemecsek, jól tettem, hogy felmásztam ide. Ez akar valamit a tóttal, a szivarral kezdi. És hallotta, amint Geréb csöndesen mondta a tótnak. – Janó, jöjjön be velem a kunyhóba, nem akarok itkűn beszélgetni magával, nem akarom, hogy meglássanak. Valami fontos dologról van szó. – lehet itt még szivart kapni nálam, többet is! És kihúzott a zsebéből egy egész marék szivart. Nem csak a fejét csóválta a háztetőn. Nagy komisság lehet, gondolta, ha ilyen sok szivart hozott. Persze a tót örömmel ment be a kunyhóba, és Geréb utána. Geréb után besompolygott a kutya is, nem csak bosszankodni kezdett. Semmit se fogok hallani abból, amit beszélnek, gondolta füstbe ment az egész jól kieszelt tervem. És nagyon irigyelte a kutyát, amely besompolyoghatott utánuk, még mielőtt becsukták az ajtót. Mert még az ajtót is becsukták maguk után. Nemecseknek eszébe jutottak azok a mesék, amelyekben a vasorúbába fekete kutyává változtatja a királyfit, és most igazán szívesen adott volna érte tíz-húsz finom üveggolyót, ha valami vasorrú bába néhány percre fekete kutyává varázsolta volna, s helyette a hektorból csinált volna egy kis szőke nemecseket. Hisz elvégre kollégák voltak, közlegények mind a ketten. De a vasorrú bába helyett segítségére jött egy vasfogú bogár. Az a szegény szú, amely a fedél egyik deszkáját valamikor régen kirágta, s az egész családjával együtt jól lakott a jó puha fával, nem is sejtve, hogy valamikor milyen nagy szolgálatot fog tenni a pálucai fiúknak. Ahol a szó megrágta a deszkát, ott vékonyabb volt. Nemecsek ráhajtotta a fülét a deszkára és hallgatózott. Tompa hangok jöttek a kiskunyhóból, s Nemecsek nem sokára örömmel tapasztalta, hogy minden szót, amit benn egymással beszélnek, kitűnően hall. Gerép csöndesen beszélt, mint aki még ezen a magányos helyen is fél, hogy meghallja valaki, amit mond. Ezt mondta a tótnak. Janó, legyen esze! Tőlem annyi szivart kaphat, amennyit akar, de azért meg kell tenni valamit. Janó dörmögbe kérdezte. Mit kell csinálni? Csak ki kell kergetni a fiúkat a grundról. Nem kell megengedni, hogy itt labdászanak, hogy széthordják a farakásokat. Most néhány pillanatig nem hallatszott semmi. Nem csak ebből arra következtetett, hogy a tót gondolkozik. Aztán ismét hallatszott a tót hangja. Ki kell körgetni? Igen. Miért? Mert mások akarnak idejárni. Ezek a mások egy csupa gazdag fiúk. Annyi szivar lesz, amennyi csak kell. Meg, meg pénz is lesz. Ez hatott pénz is lesz? kérdezte Janó. Lesz, forint lesz. A forint aztán végleg lekenyerezte a tótot. Rendben van, mondta. Ki fogjuk kergetni? Csattant a kilincs, nyikorgott az ajtó. Gerép kilépett a kunyhóból, de már akkor nemecsek nem volt a háztetőn. Mint a macska, oly ügyesen mászott le róla, talpra ugrott és rohant a farakások közt vissza a grunt felé. Nagyon izgatott volt a kis szőke, és érezte, hogy e pillanatban az összes fiúk sorsa, az egész grunt jövője az ő kezében van. Mikor a csoportot meglátta, már messziről kiáltott. – Boka! – de nem felelt senki. Újra kiáltott. – Boka! Elnök úr! – egy hang felelt. – Még nincs itt! – Nem csak száguldott, mint a szélvész. Erről az esetről azonnal értesíteni kell Bokát. Azonnal kell cselekedni, még mielőtt kikergetik őket a birodalmukból. Mikor az utolsó farakás mellett rohant el, meglátta a gitt lett tagjait, akik még mindig gyűléseztek. Weiss még mindig komoly arccal elnökölt, és amikor a kis szőke elrobogott a közgyűlés mellett, rákiáltott. Ha-hó-hó, titkár úr! Nemecsek futtában intett, hogy nem áll meg. Titkár úr! süvöltött utána Weiss, s hogy nagyobb legyen a tekintéje, erősen megrázta az elnöki csengőt. Nem érek rá! kiáltott vissza Nemecsek, és elszaladt, hogy bokát a lakásán keresse föl. Weiss ekkor az utolsó eszközhöz nyúlt. Recsegő hangon kiáltott utána. Közlegény! Állj! Erre aztán meg kellett állnia, hiszen Weiss hadnagy volt. Dult, fúlt mérgében a kis szőke, de kénytelen volt engedelmeskedni, mihelyt Weiss elővette a rangját. – Parancsol, hadnagy úr! – és haptákba állt. – Kérem! – mondta a gittegylet elnöke, épp most mondtuk ki, hogy a gittegylet mától fogva, mint titkos egylet fog tovább működni. Új elnököt is választottunk. A fiúk lelkesen kiáltották az új elnök nevét. Éljen kolnai! Csak barabás mondta vigyorogva. Abcuk kolnai! Az elnök pedig folytatta. Ha a titkár úr meg akarja tartani a titkári állást, akkor most velünk együtt le kell tennie a titoktartási becsület szót, mert ha rác tanár úr megtudja, hogy ebben a pillanatban meglátta nemecsek a farakások köz sompolyogni gerébet. Ha geréb most elmegy, vége mindennek. Vége az erődöknek, vége a grundnak. De ha Boka itt a lelkére beszélne, még talán erőt venne rajta a jobb érzés. A kis szőke majdnem sírt dühében. Belevágott az elnök szavába. Elnök úr, én nem érek rá, nekem el kell mennem. Weiss szigorúan kérdezte. Talán fél a titkár úr. Talán attól fél a titkár úr, hogy ha rájönnek, önt is megbüntetik. De nem csak már nem figyelt rá. Csak gerébet nézte, aki meglapult a farakások között, s azt várta, hogy a fiúk másfelé menjenek, ső ő az alatt kiosonhasson az utcára. És mikor ezt meglátta, se szó, se beszéd, fakétnél hagyta a gittegyletet, összefogta elől a kabátját, és utcu neki. Mint a szélvész, keresztül vágott a grundon, és kirohant a kapun. Néma csönd lett a közgyűlésen. A síri csöndben aztán megszólalt az elnök, síri hangon. A tisztelt tagok minnyáján látták Nemecsek Ernő viselkedését. Kijelentem, hogy Nemecsek Ernő gyáva. Úgy van! harsogta a közgyűlés, sőt, Kolnai ezt kiáltotta. Áruló! Richter izgatotta jelentkezett szólásra. Indítványozom, hogy a gyáva árulót, aki az egyletet a bajban cserben hagyta, csapjuk le a titkásságról, zárjuk ki az egyletből, s vegyük bele a titkos jegyzőkönyvbe, hogy áruló. Éljen! hangzott egyszerre minden torokból, és az elnök néma csöndben hirdette ki az ítéletét. A közgyűlés nemecsek ernőt gyáva árulónak jelenti ki a titkárságból lecsapja, és az egyletből kizárja. Jegyző úr, jelen, szólt leszik. Vegye be a jegyzőkönyvbe, hogy Nemecsek Ernőt a közgyűlés árulónak nyilvánítja, és írja a nevét kisbetűvel. Moraj futott át a közgyűlésen. Az alapszabályok szerint ez volt a legszigorúbb büntetés. És sokan állták körül Lesziket, aki azonnal a földre ült, Térdére fektette azt az ötkrajcáros füzetet, mely az egylet jegyzőkönyve volt, s nagy ákombákon betűkkel beleírta, hogy Nemecsek Ernő áruló. Így vette el Nemecsek Ernőtől a gittegylet a becsületét. Nemecsek Ernő pedig rohant a Kinizsi utca felé, ahol Boka lakott egy kis, szerény, földszintes házban. Berohant a kapu alá, és ott egyenesen neki szaladt Bokának. Nini, mondta Boka, mikor magához tért. Hát te mit keresel itt? Nemecsek lihegve mondta el tapasztalatait, s a kabátjánál fogva húzta Bokát, hogy siessen. Most együtt szaladtak a grunt felé. Te ezt mind hallottad? Láttad? kérdezte futtában Boka. Hallottam is, láttam is. És még ott van geréb. Ha sietünk, még ott találjuk. A klinika mellett meg kellett állniok. Szegény nemecsek köhögni kezdett. Neki támaszkodott a falnak. Te csak, te csak siess oda, én, én, majd kiköhögöm magamat. És nagyokat köhögött. Meg vagyok hülve, mondta Bokának, aki nem mozdult mellőle. A füvészkertben hültem meg, mikor a tóba pottyantam, az még nem volt baj, de az üvegházban, mikor a medencében kucorogtam, ott nagyon hűvös volt a víz, ott végig futott rajtam a hideg. Befordultak a Pál utcába, És épp akkor, mikor bekanyarodtak a sarkon, nyílott a palánk kiskapuja. Geréb jött ki rajta sietve. Nemecsek hirtelen megfogta bokát. Ott megy! Boka tölcsért csinált a kezéből, és harsány hangon kiáltott végig a csöndes kis utcán. – Geréb! – Geréb megállott, és visszafordult. Mikor Bokát meglátta, nagyot nevetett, és nevetve szaladt el előlük, ki a körútra. A Pál utca házai közt élesen hangzott ez a gúnyos nevetés. Geréb kinevette őket. A két fiú úgy állt ott az utca sarkon, mintha leszögezték volna őket. Geréb eltűnt a szemük elől. Érezték, hogy minden veszve van. Nem szóltak egymáshoz egy árva szót sem, S most már csöndesen ballaktak a grunt kisajtaja felé. Belülről a labdázó fiúk véglármája hallatszott ki, s aztán egy harsány kiáltás. A git-egyletiek az új elnöküket. Oda benn még senki se tudta, hogy ez a kis darabka föld talán már nem is az övék. Ez a kis darab terméketlen, hepehupás pesti föld. Ez a két ház közé szorított kis rónaság, ami az ő gyerek lelkükben a végtelenséget, a szabadságot jelentette, ami délelőtt amerikai préri volt, délután magyar alföld, esőben tenger, télen az északi sark. Szóval a barátjuk volt, és azzá változott, amivé ők akarták, csak hogy mulattassa őket. Látod, mondta Nemecsek, ők még nem is tudják. Boka lehorgasztotta a fejét. Nem tudják, ismételte csöndesen. Nemecsek a Boka fejében bízott. Nem vesztette el a reménységét, amíg okos, higgadt kis barátját látta csak akkor ilyet meg igazán, mikor meglátta Boka szemében az első könnyet, és hallotta, amint az elnök, maga az elnök, mély szomorúsággal és a reszkető hangon mondta. Hát most mit csináljunk?